gondoltam, hogy a legutóbbi videómat nem fogom megúszni reakció nélkül, nem is úsztam meg. Osváth Zsolt a Zsoltám YouTube csatornától írt egy kommentet a videóm alá, amiről még mindig nem tudom eldönteni, hogy ő most haragszik rám, vagy sem. Vagy mennyire haragszik. Szerintetek? Írjatok kommentet, hogy szerintetek mennyire haragszik rám a Zsolti, aki pedig nem látta az előző videómat, az feltétlenül nézze meg különben, nem fogja érteni, hogy most miről van szó. Hogy a Zsolti mitől haragszik rám, vagy mitől nem haragszik? Na hát. Mielőtt rátérek Osváth Zsoltra, a szeretettel köszöntöm azt a 800 feliratkozót, aki az elmúlt négy napban talált rá a csatornámra. Picivel többen lettünk, nem is annyira picivel, aminek én borzasztóan örülök. Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, remélem be fognak jönni nektek a videók, amik egyébként hasonlóak lesznek a korábbiakhoz, úgyhogy mindenkit arra bátorítanék, hogy nézze meg a korábbi videóimat is, ha tudni szeretné, hogy milyenek lesznek az új videók. Olyanok, mint a régiek, csak ezek újak lesznek. Ezen a csatornán elsősorban közéleti témájú videók vannak, de időnként becsúszan egy-két érdekesebb téma is, mint például, amikor berepült a fülembe egy lepke. Vagy ott van a mehácskás videó is, és a fociról is volt már szó a csatornán, meg Tóth Gabiról is. Szóval legtöbbször a közélet a téma, de könnyen videó lehet bármiből, ami éppen foglalkoztat. Hát most éppen az Osvács Zsolt foglalkoztat. Ő az az ismert és népszerű youtuber, akinek a YouTube reklámokból származó bevételeit megtippeltem a legutóbbi videómban, egyéb ismert youtuberek mellett. Azért túlságosan nem lepődtem meg azon, hogy Osvács Zsolt nem hagyta szó nélkül a videómat. Azok közül, akiket megemlítettem a videóban, rátippeltem volna elsőnek, hogyha valaki, hát ő tutira reagálni fog, és félre is fogja érteni. Félreértette. A kommentjét bizonyára ti is olvastátok, de talán nem mindenki, úgy, hogy felolvasom, mit is írt a videó alá Zsolti. Legközelebb írj és elmondom. Három vállalkozás napi 14 óra munkaheti 6 nap, nincs az a statisztika, amiből ezt kiszámolod, a nyilvános jótékonykodásról meg annyit, hogy nehéz úgy pénzt gyűjteni, hogyha nem mondod el, hogy mire kell. Ennyi a komment. A második fele ez a jótékonykodós rész talán nem világos mindenki számára, de majd az lesz ígérem egyébként válaszoltam rá, ha valakit érdekel, megtalálja a választ a komment alatt, de úgyis ezt a választ fogom most kifejteni picit bővebben, szóval, hogyha itt vagy, akkor ne menjél már sehová. Na, haladjunk sorjában. Azzal indít a Zsolti, hogy legközelebb így, és elmondom már csak az a kérdés, hogy mit. Az, hogy összesen mennyi a bevételed, vagy az, hogy mennyi pénzből élsz, de először is legyünk őszinték, nem mondanád el. De miért is kéne ezt elmondanod, és miért kérdeznék én tőled ilyeneket, amikor nem ez volt a videó témája? Ez a videó kizárólag a YouTube hirdetésekből befolyó bevételekről szólt méghozzá azért, hogy azok, akik bele akarnak vágni a videózásba, tudják, hogy nagyjából mire számíthatnak. Lássák azt, hogy mennyit lehet ezzel keresni kezdőként, és mennyit, hogyha ismert youtuber vagy. Senkit nem érdekel Zsolt, hogy mennyit keresel az éttermeddel, vagy az egyéb vállalkozásaiddal, legalábbis engem biztos, hogy nem. Itt kizárólag a YouTube hirdetésekből származó bevételről volt szó, és titeket, ismert videósokat csak példaként hoztalak fel, hogy a megtekintések alapján ti nagyjából ennyit kereshettek ezzel. El is mondtam, hogy ez egy becslés, az adatok nem lesznek pontosak. A teljesen nyilvános nézettségi számaiból indult ki a videóm, és igenis van összefüggés a nézettség és a pénz között. Természetesen más is befolyásolja az összeget, de, de ezt el is mondtam. Elmondtam, hogy a számok nem pontosak. De nem azért készült a videó, hogy a zsebedben turkáljak, ezt hidd el. A videó célját tekintve teljesen lényegtelen, hogy te mennyi pénzből élsz. Az a lényeges, hogy akkora a nézettségen, ami neked van, nagyjából mennyi pénzre lehet számítani azoknak, akik videózni szeretnének, vagy akiket csak úgy mellesleg érdekel, hogy ezzel a munkával mennyit lehet keresni. Ebben a videóban egyetlen ember volt, akinek a konkrét bevételéről volt szó, és az én voltam. Na nézzük, mit itt még a Zsolti. Három vállalkozás napi 14 óra munka, heti 6 nap, nincs az a statisztika, amiből ezt kiszámolod. Hát persze, hogy nincs, főleg, hogy nem is ezt akartam kiszámolni. Azt meg végképp nem értem, hogy hogyan ide, hogy hány vállalkozásod van, és hány órát dolgozol egy nap, vagy hány napot egy héten. Most ezzel te hencegni akarsz, vagy sajnáljalak meg, hogy mennyit dolgozol? nem értem, hogy hogy jön ez ide. Én is elég sokat dolgozok a videókkal, főleg, hogy én például teljesen egyedül csinálom. Nekem nincsen semmilyen segítségem. Magam írom, veszem fel, vágom meg és töltöm fel a videót, szerkeztem meg az indexképet, foglalkozom a közösségi oldalra, a csatornán népszerűsítésével, sőt, nem egyszer saját zenét is írtam, de kit érdekel, hogy mennyit kell dolgozni? Mindenki annyi munkát tesz bele, amennyit tud és szeretne. Hogy jön ide, hogy te mennyit dolgozol? Olyan érzésem van, mint hogyha bizonygatnád nekem, hogy te megérdemled ezt a pénzt, amit ezekkel a vállalkozásokkal keresel. Zsolti, nem kell bizonygatni semmit. Szerintem is megérdemled. Szó nem volt a videóban arról, hogy bármi gondom lenne azzal, hogy te jól élsz ebből. A videósok egyébként általában sokat dolgoznak, ez egy melós műfaj. A videózás egy munka, és hogyha valaki komolyan csinálja, akkor időt kell rá szánni. Ha ennél kevesebbet dolgoznál, akkor se tudnám kiszámolni, hogy az egyéb vállalkozásaiddal mennyit keresel, vagy hogy a, a szponzoroktól mennyit kapsz, de ismétlem, nem volt ilyen célja a videónak, és ezt teljesen világosan elmondtam. És az a helyzet, Zsolti, hogy én téged egy nagyon értelmes embernek tartottalak, és egyébként most is annak tartalak. Mert aki elmegy a pesti srácokhoz, és úgy helytáll, hogy te, annak van esze, és nem is kevés. És épp ezért vagyok most megdömmelve azon, hogy hogy lehetséges az, hogy képtelen vagy helyesen értelmezni, amit mondtam. De ettől én még nagyon kedvelek, nagyon szeretlek, és a videóidat is, úgyhogy menjünk is tovább. Na, itt van ez a jótékonykodási történet, ami úgy indult, hogy valaki írt egy kommentet a videóm alá, vélhetően a Zsolti egyik követője, ami annyit állított, mint a komment, hogy Zsolti a bevételé egy részét jótékony célra költi. Hát én ezt úgy értelmeztem, hogy a Zsolti a bevétele egy részét jótékony célra költi, mert hát ez volt a szó szerint, és a Zsolti erről a nyilvánosság előtt is beszél, hiszen különben honnan is tudná a kommentelő ezt. És hát válaszoltam egy olyat, hogy ez, ez lehet imázsépítés, és szintén hozhat hasznot a vállalkozásnak, és ezt így is gondolom. Egy csomó cég azért jótékonykodik, és beszél arról éjjel és nappal, hogy jótékonykodik, mert ez bevételt generál, mivel ezáltal szimpatikussá válik a cég. És én úgy értettem ezt a kommentet, hogy itt arról van szó, hogy a Zsolti a pénzéből egyébként szokott jótékonykodni, és erről nyilvánosan szokott beszélni, és hogyha így lenne, az nekem annyira nem lenne szimpatikus, mert nem azért segítünk másokon, hogy mi jól járjunk vele. Az, hogy segítünk másokon, az nagyon szimpatikus, de az, hogy erről a nyilvánosság előtt beszélünk, az a számomra nem annyira de ez én vagyok, meg az én ízlésem. De aztán a Zsolti egyértelművé tette, hogy itt nem erről van szó, hanem itt a, itt a pénzgyűjtésről van szó. Az ő csatornája a és ezzel segít embereken, amiről egyébként tudtam, csak azt nem tudtam, hogy most itt konkrétan erről beszélünk. Szóval a pénzgyűjtés jótékony célra az nagyon helyes és tiszteletem és ez teljesen más, mint amiről én beszéltem ezt tényleg nem lehet úgy csinálni, hogy nem mondjuk el, hogy itt most embereken fogunk segíteni. Ha erről van szó, már pedig úgy tűnik, hogy igen, akkor vissza is mondtam ezt a részét a válaszomnak, mert ez egyáltalán nem kérkedés. Egyébként, ha már ez szóba került, én tényleg hány ingert tudok kapni azoktól az emberektől, akik a jótékonyságot PR célokra használják. És most nem rólad beszélek Zsolti, csak hogy egyértelmű legyen, Na amikor én például egy bulvár lapnál dolgoztam, és interjút készítettem egy híres hegedűművésszel, nem fogok nevet mondani természetesen, a csávó az interjú végén azt mondta nekem a telefonban, mert hogy ez egy telefonos interjú volt, hogy azt feltétlenül írd bele a cikkbe, ki nem maradjon, hogy én ekkora és ekkora összegelme, már nem tudom, nem emlékszem mennyivel, segítettem a beteg gyerekeken. És én bele is írtam ezt a cikkbe, csak közben tényleg a hányinger kerülgetett. És persze még mindig jobb, hogyha ezek az emberek ezt művelik, mint hogyha nem segítenének senkinek, csak én ezt, én ezt undorítónak látom. Na, szerintem nagyjából most beszéltem túl ezt a témát, úgyhogy abba hagyom, mielőtt túlságosan unalmassá válna. Amúgy is megkaptam egy komment hogy unalmasan beszélek. Előtte leírta, hogy nem kéne mások pénztárcájában turkálnom, és mellesleg unalmas vagyok úgyhogy látom neki is átment az üzenet, sikerült neki is tökéletesen megfejteni, hogy miről szólt a videó, annak ellenére, hogy unalmas volt. Egyébként, ha valaki ilyen hasonló vagy másmilyen negatív kommenteket szeretne nekem írni, az most megteheti itt ennél a videónál, máskor is megteheti, bármikor megteheti, de most különösen érdemes nekem beszólni, mert erősen gondolkodom egy olyan videón, amiben a negatív kommentekre fogok reagálni. Csak a negatív kommentekre. Úgyhogy hajrá!